és egy ünnepi hitköznapokba vágunk bele kedves vendégemmel, aki itt van már velem a stúdióban, Súrjányi Csaba lelkész és a Szent Pál Akadémia oktatója. Szervusz, Csaba! Üdvözöllek, Kati, és boldog ünnepet az egész hallgatóságnak! És hát nem tudom, hogy mennyire ünnepi a téma, de azért azt elmondhatjuk, hogy nem mindennapi, holott minden nap beszélünk arról, hogy most mi erkölcsös, mi nem erkölcsös, de valahogy, mintha egy kicsit elvesztettük volna már a fonalat, hogy mihez képest. Eredetileg mit jelentett az, hogy erkölcs? És egyáltalán, amikor eredetről beszélünk, akkor hova kell visszamennünk, hogy az eredetihez érkezzünk el? Mindig Ádámhoz és Évához kell visszamenni, annál visszább nem nagyon tudunk menni, de a viccet félretéve az erkölcsön szokásrendszert értenek, tehát az erkölcs az valójában az a viselkedési norma, vagy norma gyűjtemény, amihez hozzászoktak az emberek, és amit így hosszú távon el is fogadnak, tehát nem kényszerből szoktak hozzá, hanem egy közös megjegyezés, egy elfogadottság. Ebből a definícióból az következik, hogy sokféle erkölcs van, tehát hogy tulajdonképpen kultúra függő, kor függő is az erkölcs, de ez nem feltétlenül jó jelenség, tehát az erkölcs amennyire határozottan hivatkoznak az emberek, mint egy kiinduló pont, vagy amihez igazodni kell, ahhoz képest annyiféle erkölcs van, hogy tényleg a 21. századi ember már egyáltalán az erkölcs létjogosultságát is megkérdőjelezheti, hogy milyen alapon mondott-e azt erkölcsösnek. Én szerintem nem az az erkölcsös. Tehát egy adott kultúrkörön belül is azok a kerítések, karámok, amelyek régebben megvoltak, szétlettek, döntve. Sokan ennek örülnek, és azt gondolják, hogy ebből valami szép új világ fog kiépülni. Én inkább szkeptikus vagyok ebben, bár ifjú koromban, míg még nem részesültem egy Isten élményben, addig én is erkölcsi relativizmus talaján álltam, de azt tapasztaltam a saját személyiségemben is, hogy felőrli az embert. Tehát az embernek akkor ezek szerint nem erre van kitalálva. Érzelmi lelki válságot okozott számomra az, hogy minden szabályt felrúgok. Nem rögtön, egy darabig élveztem, vagy élvezni próbáltam, de egy idő után súlyos belső válságot okozott, és akkor kezdtem el nagyon keresni az élet értelmét addig is, de ez egy nagy lökést adott. És a Jézus Krisztussal való találkozásom után elfogadtam tudatos döntéssel és döntéssorozattal a bibliai kijelentésre alapuló erkölcsöt, és azóta nagyon jól érzem magam. Érdekes, pedig ugye belekerültél egy mederbe, egy keretbe, ahogy te is fogalmazol, és hát valahogy ugye az embernek az a természete, hogy ezt így le akarja vetni magáról, ezt a hámot, és mégsem érzi jól magát, tehát akkor ez egy ilyen ördögi körnek tűnik. Igen, hogy a szabadság keresése az embert nem szabadságba viszi bele, hanem rabságba, én legalábbis ezt éltem át. Eléggé szélsőségesen szabadságkereső életet éltem éveken keresztül, de nem megtaláltam, hanem inkább elveszítettem a szabadságot. Mindenfajta erkölcsi normára azt mondtam, és ez kimondja. És ez most miért? Miért akarjátok ezt rám erőltetni? Nem látom a mögötte lévő tekintét. És ez teljesen helyére került bennem, amióta úgy látom, hogy azért, mert Isten ezt mondta, azért, mert aki a világot megteremtette, így látja helyesnek, ezt annyira könnyű nekem elfogadni azóta, hogy csak csodálkozom, hogy hát miért nem mondta nekem ezt valaki korábban, hogy a szabadság az Istennek való engedelmességben van, és nem a lázadásban. Ez érdekes, nekem is azt szegezték, amikor megtértem, hogy most akkor komolyan be akarom tartani a 10 parancsolatot, és mondom, hogy
mindegyiket, és kár, hogy nem szóltak előbb, hogy létezik, mert nem volt semmiféle kályha. Tehát, hogy igaz, hogy a kultúrák különbözőek, de hogy az ember nem arra van kitalálva, hogy ezt relativizálja, mert akkor jól éreznénk magunkat ebbe, és közben az ember kályha után kiállt, hogy oké, de honnan kell elindulni, igen, és hova kell eljutni. Így van. Akkor mi a helyzet ezzel a Minden kultúra más című fejezettel? Hát ezért mondtam azt viccesen, de komolyan gondolom, hogy Ádámhoz, Évához kell visszamenni, mert az ős bűn, tehát az emberiség eltévejedése egészen pontosan a jó és a gonosz ismeretének vagy megkülönböztetésének a fájáról történő szakítás volt, vagyis tulajdonképpen elsősorban szellemi, spirituális kérdés, de rögtön ezzel együtt erkölcsi kérdés is. Tehát miért minden erkölcsi norma a jót és a rosszat választja széllyel, többféle alapon. Van olyan individualista erkölcsi megközelítés, hogy ami nekem jó és ami nekem rossz. Van, amelyik a közösséget helyezi előtérbe, ami a közösségnek jó, a közösségnek rossz. Van, ami a célszerűséget, hogy ami hasznos, vagy ami nem hasznos. És a vallások pedig valamilyen természet fölötti előzményre vagy okra vezetik vissza, hogy az a jó, ami az Istennek az álláspontja szerint jó, és az a rossz, ami Isten szerint rossz. És ezt abban a pillanatban, hogy az ember a kezébe vette, tehát a fa gyümölcsét leszakította, akkor elveszítette az erkölcsi mi voltját. Nem szimbolikusan képzelem el én a fát, én egy konkrét fát képzelek el, de nyilvánvalóan nem, tehát nem egy étkezés a bűn, hanem az, hogy ez a fa nem egy általános fa volt, hanem a jó és a rossz megkülönböztetésének a fája. És az a gyümölcs, amit arról leszakított az ember, annak ott kellett volna maradni. Mert hogy Isten erkölcsi lény, a jó és a rossz tökéletes szétválasztója, sőt, minden erkölcsi norma kiinduló pontja a te szóhasználatoddal a kályha. Tehát, hogy ő tőle indul ki, hogy mi a jó és mi a rossz, és biztos vagyok benne, mivel az embert a képére, hasonlatosságára teremtette, az ember is azonnal erkölcsi lény lett. Tehát nem akkor ismerte meg az ember, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem akkor vette ki az Istennel való közösségből azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mert arról a fáról nem szabadott az embernek szakítani, de én azt gondolom, hogy a messiás minden nap adott egy gyümölcsöt az embernek, tehát a jóról és a rosszról tanította az embert, de mikor az ember ezt leszakította, akkor azt jelentette, hogy én nem engedem, hogy te mondd meg, hanem ezt majd én döntöm el, és innentől kezdve Ádám és Éva életében még nem történt ebből a szempontból, erkölcsi szempontból nagy baj, szellemi, spirituális szempontból azonnal nagy baj történt, szellemi halál, de nyilvánvalóan ők nevelték fel Káint és Ábelt, nem volt iskola, nem volt társadalom, nem volt média, tehát semmiféle más hatás nem érhette őket, csak az apai, anyai hatás, csodálatos, ideális állapot, és mégis az egyik fiú gyilkos lett. Igen. Ez mit mutat? Azt mutatja, hogy felborult az erkölcsi rend, Isten ellenőrzése alól kitépte az ember, és onnantól kezdve az ember nem tudta élvezni a saját erkölcsiségét, mesztelen lett, kiszolgáltatott lett, bukott lett, szerencsétlen lett, és a sorsa elkezdett kicsúszni a kezéből. Milyen hamar megvalósult ez, hogy meg akarta szerezni, és kicsúszott. Az úgynevezett ne tudd meg kategória, hogy hát nem szeretnék soha ilyen helyzetbe kerülni, hogy egyik gyerekem megöli a másikat, és egyből ilyen, nem ilyen, ehhez kicsit is hasonló történik, egy szülő azonnal hibáztatja magát, hogy ez biztos én elrontottam valamit, és hát milyen lehetett, ez nincs így leírva drámaian, de el lehet képzelni, hogy Ádámnak, Évának ezzel szembesülni, hogy Káin megölte Ábelt. Tehát, hogy abban a pillanatban rájöttek, hogy nagyobb a baj, mint gondolták, és azóta még sokkal nagyobb lett.
De ez azt jelenti, hogy egy óriási hazugsággal kezdődött. Igen. És a kultúrában, hogyha nem az igazán Bibliába hívőket vesszük, akkor ez egy ilyen pozitív színbe van feltüntetve, hogy Ádám és Éva végre hozzáfért a tudáshoz, és hát végre a saját kezébe vette a sorsát, és hát közben, ahogy leírod, ebből egész más következik. Tehát, hogy mindig az embernek az elvárás, vagy a várakozásával ellentétes dolog lesz a következmény. Mert egy hazugságot hitt el Éva. Tehát a kígyó, a sátán megszemélyesítője vagy küldöttje, ezen lehet vitatkozni, de mindegy, biztos, hogy az ő hangját szólaltatta meg, azt hazudta, hogy valamilyen fontos ismeret el van zárva tőletek, holott ebből semmi nem volt igaz, se Ádám és Éva tapasztalata nem támasztotta alá, a tények nem támasztották alá, semmi hiányuk, szükségük nem volt, a teremtőjükkel háborítatlan közösségben éltek, és minden nap tanította őket, foglalkozott velük. Nem tudjuk pontosan mennyi idő telt el, de egy régi tradíció szerint 7 évet élt Ádám és Éva ártatlanságban, egy évhetet, és hát ez egy óriási nagy idő, csak gondoljunk bele, hogy egy iskolai képzés mennyi ideig tart, egy egyetemi képzés 3-4-5 év, stb. Tehát 7 év alatt rengeteget lehet tanulni, különösen, hogyha az emberben nincs egy ilyen tudathasadás, ami a legtöbb diákban, hogy igazából bulizni megy az egyetemre, hanem ténylegesen tanulni megy, és nem könyvből, hanem a legjobb szakértőtől, első kézből, tehát nem, hogy el volt zárva a tudás, hanem minden lehetőség ki volt nyitva, és amit egyszerűen kapacitás hiányban még nem tudtak felfogni, az is ki volt nyitva. Tehát ezt igazából a 8. Zsoltár fogalmazza meg talán a legtömörebben, hogy egészen elképesztő, hogy Isten milyen sorsot szánt az embernek, hogy dicsőséggel, tisztességgel megkoronázta, és úrrá tette a keze munkái fölött. Tehát ez a totális megismerés, és a boldogulás és a felemelkedés terve, amit Isten az ember számára elkészített, és ebből egy kis hazugság egy pillanat alatt kilöki az embert, ez megdöbbentő, hogy az erkölcsben talán az egyik terület, amire nagy hangsúlyt kellene tenni, a hűség és a hála, tehát hogy az ember azt a jót, amit már megismert, amellett kötelezze el magát, mert óriási nagy támadás érte 6000 évvel ezelőtt már az ember egész életét, de most a témánál maradva az erkölcsiségét, és hát erkölcs a jóhoz való hűség nélkül nincs. Tehát ha valakinek bármilyen erkölcsi képe van, ha ahhoz nem következetes, akkor ő erkölcstelen ember, nem feltétlenül az Isten szemével, hanem a saját szemével. Tehát aki a saját maga által jónak tartott dologhoz nem elkötelezett, az erkölcstelen ember. És csalódik saját magában biztos, is. Biztos, hogy csalódik magában, és biztos, hogy ezt nem ismeri be, ismerve az emberi természetet, és akkor jönnek a szerepjátszások, meg állarc készítések, meg a stb., és hát borzalmas mélységekbe bele tudja az ember lavírozni magát. Igen, hát ebből az ember körülnéz, akkor ugye eleve az szokott felmerülni, hogy egyáltalán hol van Isten, ha így élünk. De csak egy pillanatra visszatérve tényleg az Édenkerthez, meg a 8. Zsoltárhoz, hogy ez milyen jó, hogy amikor így összeáll a kép, hogy hát hiszen Isten már a tudás fája előtt is azt mondta Ádámnak, hogy uralkodjál rajta, hogy műveld meg, hogy éljél rajta, és sokasodjatok, akkor ezekre mind lett volna tudása, nem az a tudás hiányzott, hogy jól boldoguljon a igazából földön. Csak hogy pontosítsunk, mert a Bibliát állítólag mindenki ismeri a keresztény kultúrában, de senki nem olvassa, és ilyen szlogenek szűrődnek le, nem a tudás fája volt az, hanem a jó és a rossz ismeretének, egész pontosan megkülönböztetésének a fája, tehát a szó legszorosabb értelmébe vett erkölcs fája. Tehát egy megkülönböztető képességről volt szó, nem ismeretszerzésről, akadémiai, egyetemi, vagy bármilyen jellegű ismeretszerzésről, az nem is volt kérdés. A jó és a rossz közötti különbségtétel, és ez azért volt érzékeny kérdés, mert
amit Isten eredetileg még az ember előtt megteremtett, az is minden jó volt, amit közvetlenül az a 6 nap alatti teremtés során megteremtett, az is minden jó volt. Miért hangsúlyozza ezt a Biblia? Mert már ott volt a rossz. És mi volt a rossz? A Lucifer lázadása, tehát az angyali lázadás, és valójában az embernek a jó és a rossz között azért kellett nagyon, nagyon precízen, pontosan különbséget tenni, hogy a jó oldalon tudjon maradni. Tehát igazából az erkölcs eredeti célja, hogy az ember a jó oldalon álljon, és a jó oldalon maradjon. És ezt önmagától nem tudja kitalálni. És ezt nem tudja. Kár volt magához ragadni ezt. Ha kezébe veszi az erkölcsöt, és ő határozza meg, hogy mi a jó, akkor még azt a képességet is elveszíti, hogy a maga által jónak tartott jót megvalósítsa. Akkor ez egy állandó küzdelem még hívőként is? Nagyon nagy küzdelem, szerintem, mert egyrészt egy hívő nem került bele egy statikus állapotba, hanem megragadta az eljövendő világkorszak erőit. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy Jézus behívjuk az életünkbe, újjászületünk, már ebből a világból elkezdünk kijelentkezni. És egy másik világban meg bejelentkezni, és a kettőnek a határán élünk. De még a fél lábunk ott van. Hát, sajnos mindkét lábunk itt van, de a szívünk jó esetben már ott van. Tehát értem, hogy mire gondolsz, csak így viccelődök. Tehát valójában két egymással ellentétes és kibékíthetetlen világnak a határmesdjén élünk, és melyiknek nagyobb a hatása, abba az irányba mindig elmozdulunk. És ezt nem, egyszerűen nem lehet olyan döntést hozni a keresztény életbe, hogy én ma eldöntöm, és soha többet ez nem lesz kérdés. Ez minden nap kérdéssé válik, és minden nap jó döntéseket kell hozni, és ehhez kell egy nagyon precíz erkölcs. Ez azért is fontos, amit most leszögeztél, hogy ez nem egy statikus állapot, mert nyilván, hogyha az ember nem ismeri a Bibliát, akkor szabadon gondol, amit akar, és nincs kályha. De hogyha mondjuk már ismeri az Urat, mert van Isten élménye, akkor veszélyes lehet az, hogy egy feljogosítottság érzés vesz erőt rajta, és mintegy úgy veszi, mintha ez már egy statikus állapot lenne, és azonosítja azt, hogy nekem van Istennel kapcsolatom, tehát erkölcsös vagyok. És pedig ez akkor ezek szerint nem feltétlenül így működik. Sőt, igazából a bibliai értelembe vett jó erkölcsiséget, tehát azt, hogyha Isten szemében valaki erkölcsös, azt egy még nagyobb volumenű kifejezéssel illeti a Biblia, szentnek mondja. Tehát a szentség az valójában a bibliai erkölcs megvalósulása. És Péter apostol pedig azt mondja, miután idézi az Ószövetségből, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezt megelőzően azt mondja, hogy az elmétek, az értelmetek derekát övezzétek fel. Vagyis, hogy ez egy állandó intellektuális és spirituális kihívás, hogy hogyan kell az adott pillanatban szentnek lenni. Ezért a tradicionális kereszténység ezt a kérdést elég egyszerűen oldotta meg, meg kellett halni ahhoz, hogy valakit szentnek nyilvánítsanak, mert akkor már biztos akkor nem rosszalkodik többen. Tehát, hogyha így utólag az életművét úgy értékelték, vagy sikerült úgy ki retusálni, hogy ott rendben vannak a dolgok, akkor szentnek nyilvánították, de az élő embereket nem nevezik szentnek, pedig a Biblia az újjászületett embereket szenteknek nevezi. Akkor ezt megelőlegezi nekünk? Ez egy Isten részéről a hit beszéde. Tehát Isten hittel nevez szenteknek, a Jézus véréből kiindulva, mert Isten a Jézus engesztelő áldozatán keresztül látja az újjászületett embert, és amíg a vér ható körében van az ember, addig a szentség az elérhető számára. Ha onnan kimozog, akkor elveszíti, de amíg elérhető, az sem jelenti azt, hogy feltétlenül szent. Tehát, mint a mobiltelefonon, hogy van térerő, az nem azt jelenti, hogy épp telefonálsz, igen, hanem az egy lehetőség, hogy telefonálhatsz, ha akarsz. Egy keresztény számára, amíg a Jézus vérét nem tapossa meg, elérhető a szentség. De vajon elérte-e? Ahhoz már fel kell övezni az értelmének a derekát, és
kell keresni Istennek az aktuális kijelentését bonyolult helyzetekben. Vannak egyszerűbb helyzetek is, amikor nem kell keresni, mert nagyon is jól tudom, hogy mi a helyes, de van olyan, hogy kísértés, van olyan, hogy gyarlóság, és nem mindig teszi meg az ember az sem, amit helyesnek tart. Fél mások véleményétől, vagy lustaság, vagy stb. És hát ezek is a keresztény erkölcshez hozzá tartoznak, hogy az ember vegye azt a bátorságot, hogy amit helyesnek tart, azt meglépje. És akkor, hogyha él, akkor nyilván mozog, és akkor egy kicsit mondhatni, nem tudom, szerencsés fogalmazása, de kiben mozog ebbe a mederbe, tehát akkor folyton van esetleg lehetőség arra, hogy igazodjak, és a végén mégiscsak szent lehetek. Miközben elkövettem nyilván olyat is útközben, ami hát nem illett bele. Igen, a keresztény erkölcshöz hozzátartozik, mert hogy a kereszténység az a bukott embernek a kitörési útvonala, tehát abból indulunk ki, hogy az ember romlott, és mégis be tud kerülni Isten jelenlétébe, tehát a keresztény ember részéről a hibázás nem olyan nagy tragédia, mint a képmutatók ezt beállítják. Hol van a probléma, ha az ember nem néz szembe, hogy hibáztam, és nem megy oda az oltárhoz, és nem kéri a Jézus vérét konkrétan arra a beszédre, érzelemre, gondolatra, viselkedésre, mulasztásra, stb., amire rádöbbent, hogy ez nem felel meg sem Isten elvárásának, se az általam elfogadott erkölcsi rendnek, ezért én ezt rossznak nyilvánítom, és rosszként is kezelem, tehát kidobom az életemből, nem fogom folytatni, és nem fogok annak a lendületéből tovább menni, hanem inkább visszamegyek, amennyire lehet, és helyrehozom, ha tudom, ha nem, akkor is kifejezem a sajnálatomat, hogy ez nem én vagyok, nem ilyen akarok lenni. Fontos célkitűzés, hogy szentek legyünk, tehát azonosak legyünk azzal az erkölccsel, igen, amiben Isten a jót jónak, igen, mondja, rosszat rossznak. És nem egy igazságtalan elvárás Isten részéről, hogy szentek legyetek, hanem ez egy ilyen dinamikus dolog, hogy törekedjetek rá, ha nem sikerül, akkor korrigáljatok, szűrjétek le a tanulságokat, változzatok, és törekedjetek tényleg arra, hogy egy adott területen legyen fejlődés. Tehát, hogy ne 10 évig, 20 évig ugyanazokat a hibákat kövesd el, hanem ha valahol úgy megvilágosodsz, hogy hát itt nem csak a körülmények, a véletlenek egybeesése, hanem itt tényleg velem van a hiba, akkor van lehetőséged neked személyesen megváltozni, és a cselekedeteidet megváltoztatni. Ez nagyon fontos, alapvető keresztény erkölcsi norma. Két kulcs dolog van, amivel ha azt a keresztények elsajátítanák, óriási erkölcsi növekedésen tudna az egyház átmenni. Két egyszerű dolog, a bocsánatkérés és a megbocsátás. Ez nagyon nehéz, Csaba, hogy mondhatsz. Kettő nagyon nehéz. De nem most olyan nehéz, mert Jézus egyrészt értünk bocsánatot kért az atyától, tehát igazából nem nehéz bocsánatot kérni, mert meg vannak bocsátva a bűnök, és megbocsátani se nehéz, mert Jézus szerzett nekünk bűnbocsánatot. Tehát nyitott ajtón kopogtatunk. Ez egy óriási lehetőség egyébként. Hát ez, ha valami üzenete van a karácsonynak, akkor ez, hogy bejött a világba az a személy, aki ezen a két területen megoldotta nekünk a problémát. Tehát bocsánatot kért, békességet szerzett, rendezte a kapcsolatunkat az atyával, és megszerezte a bűnbocsánatot. Tehát én nekem nem szabad, hogy nehéz legyen megbocsátani, és nem szabad, hogy nehéz legyen bocsánatot kérni. És akkor jól tudom érezni magam a bőrömben, mert abszolút, az önazonossághoz vezető út, ami ennek Isten eredetileg teremtett. Egyből az ember erkölcsi lénynek érzi magát, akkor is, ha nem tökéletes, de akkor is erkölcsi lény van. Konkrét erkölcsi iránytűje, van konkrét erkölcsi rend, amihez igazodik, ami nem ad hoc, nem a társadalom fejlődése során kialakult, és akkor tudja, ki találta ezt ki, és miért, és milyen relevanciája van ennek én hozzám. Tehát sok erkölcsi szabállyal az ember úgy van, vagy úgy volt, hogy
Én elhiszem, hogy ez valakinek fontos, de én ez nem látom, hogy ebben most nekem mi közöm van ehhez. De amikor Isten ír a szívembe, tulajdonképpen mondhatnánk, hogy a szívbe beírt törvény az erkölcs, amikor Isten írja be a szívbe, akkor az ember átéli, hogy ehhez igenis közöm van, és ez igenis fontos, ez az én életemet is, és a környezetemet is alapvetően befolyásolja, megváltoztatja, és hogyha nem így élek, akkor nincs is értelme az életemnek. Ha meg így élek, akkor meg fontos, hogy vagyok. És a tekintély kérdésében is ez egy kicsit ugyanúgy a helyére teszi a dolgokat, mint amit a tudásról mondtál, hogy bekerült a köztudatba, vagy a tudásfájáról, mintha Isten azt akarta volna, hogy tudatlanok legyünk. Tehát ott is egy óriási csúsztatás van, és hát az is egyfajta csúsztatás, hogy Isten tekintélyét, hogy most ezt kimondta, miért kell betartani azt a 10 parancsolatot, vagy a, nyilván az, mint alapot, hogy az emberi parancsolatokkal pedig, minthogyha nagyobb szemben, ha nagyobb hódolatot éreznének, és elfelejtenék föltenni azt a kérdést, amivel te is kezdted, hogy de ki mondta ezt? Miért kell nekem ahhoz tartani magam? Hogy ezt kezdik mondogatni, és ahhoz szívesebben tartják magukat, mint amit Isten eredetileg mondott. Hát ugye ezt mondja János apostol, hogyha valaki nem tudja szeretni az embertársát, akit lát, mert ugye ez könnyebb, akkor hogyan tudná szeretni Istent, akit nem lát. Igen. Tehát ezt egy kicsit így parafrazálva, hogy egy embertől jövő parancsolat, mivel azzal az emberrel személyes közösségben vagyok valamilyen szinten, vagy a büntetéstől való félelem, vagy a elmarasztalástól való félelem, vagy a engedelmességhez fűzött vélt előnyök, stb. Tehát egyből valahogyan személyes és lehet, hogy képmutató módon fogom megtenni, de látom az értelmét, hogy miért kell engedelmeskednem. De hogy egy Isten, akit ráadásul szétszikiztek az elmúlt évszázadok során, halottnak nyilvánítottak, ostobának, szenilis vénembernek, mindennek, tehát azt a szót ma kimondani, hogy Isten, azt káromkodáson kívül nem nagyon lehet normálisan, mert egyszerűen nem hangzik szépen. Meg kellene tisztulnia a sok káromlástól és sok gyalázkodástól. Nagyon sok ember meghallja ezt a szót, és azonnal cinikus lesz. Tehát nagyon rossz reakciót vált ki az emberekből. És ezért így azt mondani ma, és hát ezért nem mondhatjuk, hogy keresztény civilizáció van Magyarországon, csak annak a morzsáit, a töredékeit próbálják némelyek védelmezni, nem is mindenki. Nagyon újjá kellene építeni a keresztény civilizációt, hogy ki lehessen mondani Magyarországon ma normálisan, hogy Isten, ezért mindenki mondja jó Isten, egy olyan fogalmat használ, ami a Bibliában egyszer sem szerepel. De hogy Isten, Messiás, Jézus, Krisztus, ezeket nem lehet kimondani Magyarországon, mert azonnal vagy trágárság, káromkodás, cinizmus, vagy valami más dolog ugrik be az embernek többször. Volt ilyen élményem prédikáció alatt, hogy olvastam fel igéket, van például egy ilyen korintoszi levélben, hogy hű az Isten, és egyszerűen úgy hangzott, hogy felolvastam, mintha egy káromkodás lenne, hogy hű, érted? Hogy, igen. Tehát hogy nem, nagyon nehéz bizonyos közegben az Isten nevet, csak a nevet kimondani. Hát hogyha a nevet nem lehet kimondani, akkor miért lenne tekintély? Igen. Mert arra hivatkoznak cinikusan, hogy hát az ő rá, ugye mi nem látjuk, ő rá akármilyen módon lehet hivatkozni. Van, nekem is van Istenem, én is hiszek, te is hiszel, mindenki hisz valamiben, mindenkinek kell hinni valamiben. Igen. De igazából nem is Istenről beszélnek, hanem hitről, vallásról. Isten, mint személy, mint valóságos létező, nem létezik a modern ember számára, sajnos. Mégis fontos, hogy beszéljünk róla, és hála Istennek, hogy itt van ez a rádiós lehetőség. Munka. Igen. És hát ezek az urbánus legendákból kivesszük ugye azt, ami a valóság, és hogy visszaáll, ez is szerintem egy kicsit úgy segít visszaállítani, mert másképp lehet ránézni, egy azt hinni az ember, hogy ismeri azt az igét, vagy nem is ismeri, de hallotta, hogy te is mondod, hogy azt hiszik, hogy ismerik, de igazából maximum hallomásból. Tehát ennek van tartalma, hogy
Isten mit gondolt a tudásról, mit jelent Ádám és Éva, mert azért mégiscsak akarunk jól élni. Akarjuk azt, hogy a cselekedeteinknek jó következménye legyen, és hát óriási csalódás, amikor az ember megteszi azt, amit helyesnek lát, és nagyon rossz lesz az eredménye. Ezt tenni végül is ezt helyre. Hogy van az, hogy vannak, akik egyáltalán nem ismerik Istent, és mégis például beletrafálnak ebbe az erkölcsbe, és tesznek olyan dolgokat, ami nagyon is egybehangzik vele? Hát alapvetően két oka lehet ennek. A legeredetibb oka, amire már utaltunk, de talán nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy Isten az embert a maga képmására, tehát erkölcsi lénynek teremtette. Ádám és Éva az erkölcsöt nem csak úgy tanulta, hanem a szívükbe bele volt programozva. Tehát nem érte őket idegen hatás, csak az az eredeti hatás, az Istennek a lenyomata. És ezért szinte ilyen ösztönösen vagy automatikusan megvolt az érzékük ahhoz, hogy mi a jó. És Pál apostol ezt a lehetőséget a maga korában úgy tűnik, hogy még fenntartja, hogy lehet ilyen ember, akinek nincs ugyan törvénye, tehát nem kapta meg a kinyilatkoztatást, nem tartozik se Izrael népéhez, sem ahhoz a körhöz, akire Izrael népe valamilyen módon hatott, de mégis a szívébe beírt törvény alapján cselekszik. És ezért úgy fogalmazza meg Pál, hogy önmagának lesz a törvénye, vagyis egy belülről jövő erkölcsi törvényt követ. És ha ez még nincs meghamisítva, akkor előállhat az a helyzet, amire utalsz, hogy nem is hallott igazából a igazi Istenről, hanem más neveken és más formákban ismeri Istent, vagy esetleg Isten tagadó ateista közegben él, de mégis van erkölcse a szívében. A másik, én azt gondolom, hogy már azért Pál apostol idejében is ez nem lehetett nagyon gyakori, csak mint lehetőség merült fel. Mint lehetőség felmerült, és lehet, hogy voltak ritka példák. Korábbi időszakról tudunk, még a Biblia is egyik hőseként szerepelteti Jóbot, és semmi utalás nincs a Jobb könyvében arra, hogy ő izraelita lett volna, és mégis azt látjuk, hogy egy családi örökséget, a Noétól származó erkölcsiséget és spiritualitást megőrizte, pedig nem részesült a sinai kinyilatkoztatásból. És aztán az ilyen emberek lassan kezdtek eltünedezni a történelem során, és ezek szerint Pál apostol idejében még éltek, ha csak kisebbségben is. Szerintem ma már ilyen nincs, de mégsem pessimista vagyok, mert nagyon sok embert viszont a kereszténység megérintett. Tehát nagyon sok nemzetbe behatol több-kevesebb mértékben, és ha faramuci módon is, de a 10 parancsolat, a hegyi beszéd és más olyan bibliai részek, amelyek szellemi üzenetet hordoznak elsősorban, de van morális töltésük is, ezek bekerültek azért a köztudatba, illetőleg volt több olyan hullám, például Európában, amikor a Bibliához való odafordulás évtizedeken, évszázadokon keresztül napi renden volt, és ezeknek a hullámoknak a kései, fodrai azért még itt vannak a társadalomban. Én ismertem személyesen olyan egyébként nagyon istengyűlölő, nagyon harcosan ateista embert, aki egyébként az erkölcsiségében a keresztény erkölcshöz közelebb állt, mint sajnos némely keresztény. Igen, na pontosan erre céloztam, de ez megadja ugye a választ. Mert olyan családból származott, ahol generációkon keresztül valamiért a bibliai erkölcsiség úgy ott volt, már a igazi motorja ki lett szerelve, de még a lendület vitte előre a nemzedékeket. Mások pedig keresztényé lesznek, és biztos, hogy szereti őket az Úr, de olyan erkölcstelen háttérből jönnek, hogy az is lehet, hogy egy generáció alatt nem is tudják ezt helyreállítani, hanem talán jó esetben a gyerekeik, unokáik jutnak el egy olyan szintre, mint egy ateista. Ha annak jó a származása. Tehát ezek nagyon furcsa dolgok. Igen. És ezért azt is hangsúlyoznunk kell, hogy Isten
nem erkölcsi alapon határozza meg, hogy ki üdvözül, ki nem, hanem a hit alapján. Miközben azért gondolom ezt a balanszot, hogy folyton az erkölcsöthez kell mérni magunkat, amit mondtál is, hogy ez egy napi szentség, munka. Igen. Azt igenis elvárja. Abszolút elvárja, mert szentség nélkül, vagy pontosabban megszentelés nélkül senki nem látja meg az Urat, de itt biztos, hogy Isten figyelembe veszi, hogy mennyi ideje volt annak az embernek megszentelődni. A egyik legértekesebb bibliai példa az a lator, akit Jézussal együtt megfeszítenek, aki gyilkosságért, forradalmi lázadó tevékenységért, rendszer ellenes szervezkedésért ítélet alá került, és el is ismerte, hogy igazából ez jogos. És annyit mondott csak Jézusnak, hogy emlékezz meg rólam, amikor eljössz az országodban, és azt mondta neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. Hát mennyi ideje volt megszentelődni annak a latornak? Jézus hamar meghalt, ő még lehet, hogy egy pár órát élt, de olvassuk a Bibliában, hogy eltörték a lábszárcsontjukat, és levették őket, vagyis hát hagyták meghalni, és levették őket, tehát 2-3 óránál több nem állt rendelkezésére megszentelődni, úgyhogy nem mehetett gyülekezetbe, nem olvashatott Bibliát, nem imádkozhatott, nem hallgathatott prédikációt, tehát ismerve egy kicsit is a keresztény életet, azért ez olyan nagyon nagy lépés nem lehetett, és mégis a hite bevitte őt. Hogy felismerte Jézusban, igen, a messiást. Igen, felismerte, hogy Jézus a messiás. És voltak ugyanabban a korban olyan írástudó farizeus emberek, akik erkölcsileg eléggé magas szinten álltak, de mivel Jézust elutasították, nem kerültek be az üdvözülők körébe. Meg eszembe jutott Pálnak a hajótörése, ahol azt írják, hogy a pogányok, tehát azok a nemzetek, akik valószínűleg, illetve minden bizonnyal nem részesültek a kijelentésből, mégis nem mindennapi emberséget tanúsítottak. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az emberség is egy nagyon kifejező szó magyarul, hogy az emberi mi voltát gyakorló. Igen, ez azért érdekes, mert hogy különböző kultúrák, ugye ez Málta szigete, különböző kultúrák azoknak a szellemi lényeknek a befolyására, akikkel kapcsolatba kerültek, tehát angyalok, istenek, idegen istenek befolyására, spirituálisan gyakran nagyon elszakadtak a bibliai kijelentéstől, de nem minden angyal erőltetett rájuk feltétlenül szélsőséges erkölcsi viselkedést. Tehát azt mondják, ha lehet hinni így a történészeknek, hogy a rómaiak eredetileg egy nagyon erkölcsös nép volt, tehát egy nagyon összeszedett katonás, fegyelmezett életű nép, és a későbbiekben, ahogyan katonai hódítások mentén nagyok lettek, akkor kezdtek el megromlani. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez ebből mennyi igaz, de az biztos, hogy például ez a fél mondat, amit idézel a Bibliából, ez biztos, hogy helytálló. Ugyanakkor ugyanaz a Pálapostól egy másik, nem is nagyon távol álló sziget, Kréta szigetének a lakóiról azt mondja, hogy gonosz vadak, rest hasak. Igen. Tehát, hogy ő náluk valahogyan a idegen istenek imádása és az erkölcsi torzulás jobban kéz a kézben járt, mint ezek szerint akkor a másik szigeten, ahol biztos, hogy az idegen istenek kultusza ott is megvolt, de valahogyan, ahogy mondtad, az emberi mi volt, tehát a felebaráti, emberbaráti szeretetnek a gyakorlása. De Biblián kívüli korokban is, hát az Odüsszeia például ebből a szempontban nagyon érdekes, hogy bizonyos helyekre elvetődnek, és ott nagyon barátságosan bánnak velük, más helyeken meg emberevők vannak, meg stb. Tehát nyilván arra utalt ez, mivel az nem szentírás, hanem egy mitosz, mitológia, azt fogalmazta bele Homérosz, hogy nagyon, nagyon eltérőek lettek a civilizációk, és van, amelyik emberellenes, emberpusztító, antihumánus lett, valamelyik pedig a jó értelembe vett bibliai értelemben is értelmezhető humanizmust megőrizte.
Tehát amikor azt mondod, hogy például a rómaiak erkölcsösek voltak, akkor az alatt azokat érted, amik megfelelnek a Bibliának, tehát nem egy kultúra specifikus erkölcs. Biztos, hogy olyan is volt benne, de hogy a eredetitől, mert én ebben hiszek, hogy az eredeti az a bibliai erkölcs, hogy attól nem szakadtak el olyan drasztikus mértékben, hogy mondjuk emberevés, vagy orgiák, vagy emberáldozat, vagy stb., hanem igyekeztek a vendégszeretet, egymás támogatása, a szegények felemelése, jövevények segítése, tehát ezeket a bibliai erkölcsi normákat megőrizték, akkor ez egy bibliai azzal humanizmus? Együtt, hogy a Bibliát nem, igen, de mégis igen. Ezeket megőrizték. Akkor ez egy humanizmus, tehát nem az a fajta erkölcs, amire azt mondod, hogy hűség, vagy nem is tudom, most hogy most erről beszéltünk, igen, ezt igen. Betetted fele, hogy az emberi mi volt a humanizmus megőrzése. Kétféle humanizmusról beszélünk, bibliairól és modern humanizmusról. A modern humanizmus az nagyon biblia ellenes, tehát az harcosan biblia ellenes, de van a humanizmusnak egy olyan formája, ami a bibliai kijelentéssel teljesen összeegyeztethető, ez már kivesző félbe van. Igen, pontosan ennek az ambivalenciájára akartam kihúzni belőled, hogy ez milyen... Tehát a modern humanizmus az úgy működik például, hogy egy nőnek joga van a testéhez, tehát joga van megölni a gyermekét. Pedig az nem a testének a része, de mivel a testében van, ezért a modern humanizmus a nőnek a jogait hangsúlyozza a magzat jogai rovására. És még sok más példát lehetne mondani, hogy miért mondom azt, hogy teljesen torz és biblia ellenes a modern humanizmus. Tehát igazából, ha erkölcs... Genderjogok, minden. Igen, igen. Mert mindenképpen... sérti a másik embernek az élethez abszolút. Való jogát, alapvetően sérti akármilyen formájában igen. is, tehát még a gender értelemben is. Az is abszolút, az egész világot feldújja, mindenkit sért. És annak se jó, aki igen. megkapta a jogokat és él vele. Mert most évekig mondogattuk, hogy ez be fog következni, és bekövetkezett, hogy egy biológiailag férfi elindult a úszóversenyen, és az összes nőt megverte, de most hogy tud valaki örülni egy ilyen aranyéremnek? Tehát, hogy ez milyen erkölcsiség ez, hogy tulajdonképpen csaltam, mert akárhogy kiszínezzük, ez egy csalás, csaltam, csalással megszereztem, és akkor mutogatom magamat, hogy én vagyok a bajnok. Hát ez az ilyen embereket barbár társadalmakban is megvetették. Tehát barbárság szintje alatt kezd lenni az emberiség. Akkor egyáltalán lehet még használni az erkölcs szót, vagy ha használjuk, az teljesen mást fog fedni. Lehet használni, de olyan világ alakult ki, hogy erre azonnal visszakérdeznek, milyen erkölcs. Tehát, hogy lassan annyi erkölcs van, ahány ember. Igen, hát ez vezet ahhoz a káoszhoz, amit eredetileg is tapasztaltál még Istennel való találkozás előtt. Általánosan elfogadott erkölcsi normák nem léteznek, ez csak viszonylag zárt kulturális közösségekben tud kialakulni, mert hogy az erkölcs szokásrend, hogyha állandóan mozgatjuk a világot, mindenki megy jobbra-balra, akkor nem tud lenni erkölcs. Tehát ez csak egy viszonylag zárt közösségben lehet erkölcs. Ha csak egy egyszerű példát mondjak, hogy Kovács családban azt mondja, apuka 7 órára kell hazajönni, Szabó családban azt mondja, 8 órára kell hazajönni, akkor, és hogyha egy gyerek hol másik családban van, mert állandóan mozog, akkor nem lesz erkölcs. De te miért mondod ezt, mikor ő azt mondja? Miért vagy ilyen vaskalapos? Az 1 óra, most mit számít az? És ez sérül azonnal a tekintély, sérül a rend, sérül a egymás kölcsönös tisztelete, semmi nem működik. Hát ezért hát nagyon veszélyes az a világ, amiben élünk, hogy mozgatják mesterségesen a különböző kultúrához tartozó embereket, és mindegyiknek a maga helyén, most nem a Biblia értelemben mondom, de van egy erkölcsisége, és mikor ezt összekeverjük, akkor mindenki erkölcstelen lesz azonnal. Hát, hogyha mondjuk keresztényként visszatérünk ahhoz, hogy most akkor tényleg komolyan veszem a hitemet is, meg azt is, hogy szentté szeretnék válni, akkor
ez egy megfelelő vissza kell menni Ádámhoz. Megfelelő közegben működik, és ezért is mondjuk azt, hogy kereszténynek lenni egyedül nem lehet. Egy közösségbe kell járni, ahol az ember jó példákat lát. Néha lát rossz példát is, de az is jó, hogy tézis, antitézist, hogy látja, hogy nem szabad. Igen. De hogyha az ember valamit nagyon fontosnak tart, és azt látja, hogy mindenki máshogy él, hát azt nem lehet utána fenntartani. Márpedig ez cél, mert az igében benne van, hogy a mi szent ételünk az egy fontos. Így van, és ezért lenne nagyon fontos, hogy keresztény közösségek erősek legyenek, és hogy a kisugárzásuk, a hatásuk a társadalomra nyilván nem azon a szinten, mint belül a közösségben, de meglegyen, hogy felépítsük a romjaiból a keresztény kultúrát. Mert hát a gyerekeink, akiknek nincs olyan szerencséje, hogy egy olyan iskolába járjanak, hogy keresztény osztálytársak veszik körül, belecsöppennek egy olyan közegbe, ahol már van transznemű, ahol van homoszexuális, ahol van drogos, ahol van, aki lop, paráználkodik, stb. Hát egy állandó harc az élete, hogy ő, amit fontosnak tart, azt itt mindenki kineveti, sőt támadja, és akkor nem tud barátkozni, tehát kimaradnak az életéből azok a gyerekkorra jellemző, alapvetően szép élmények, hogy saját korosztályával megismerkedik, és barátkozik, és egymásra kölcsönösen hatnak, néha rossz, de azért, ha a szülők jól csinálják, akkor ebből valami jó fog kisülni, de hát az ember bemegy egy ellenséges közegbe, szemellenzővel, én most ide tanulni jöttem, ahogy lehet futok haza, osztálykirándulásra nem megyek, semmiben nem veszek részt, szóval azonnal az ember egy kisebbségi sorsba belekényszerül, és hát ezt szerintem csak a legkülönbek tudják hosszú távon fenntartani. Már így a közepes erkölcsi nívón lévők is elkezdenek feloldódni, azok, akik meg éppen a hitükben is egy válságon mennek keresztül, azok meg apostaták lesznek, eldobják a hitüket. Tehát a világnak is az a jobb, hogyha mi ezt keressük, sokkal mert jobb, akkor mert, rájuk tehát, is kihagy. A világban vannak olyan oázisok, amelyek pozitív, lehet, hogy a világ által nem annyira elfogadott, de a gyümölcseiből mégis láthatóan pozitív példákat képviselő közösségek, ahol jó családok vannak, jó házasságok, a gyerekek jól neveltek, tanulnak, jól teljesítenek, nem deviánsak. Ez nagyon nagyot segít a társadalmon, tehát azok, akiknek nincs olyan egyértelmű morális iránytűje, de vágynak rá, azok fel tudnak buzdulni az ilyen példákon. Mi meg legyünk hálások, hogy van iránytű. Igen. Jézustól kaptuk karácsonyra. Igen. Ez azt hiszem, hogy méltó karácsonyi ajándék lesz akkor így a beszélgetésünk végén is. Nagyon köszönöm, Csaba, hogy segítettél bejárni ezt köszönöm a gondolati a utat. Beszélgetést. Akkor ezzel véget ért a hitköznapok, illetve a Középpont adása is, és megköszönöm a munkatársaimnak, hogy ma is a segítségemre voltak, Tamás Csilla szerkesztőnek és a főszerkesztőinknek, technikusoknak. Nagyon köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Mára búcsúzunk, további jó rádió hallgatást kívánok!